Az új gépeken öntözőberendezésekhez gyártanak műanyag idomokat és csapokat. Az új gépsoroknak köszönhetően jelentősen felgyorsul a gyártási folyamat, csökken az áramfogyasztás, és jelentősen javul a minőség, amit a vásárlók számára biztosítani tudnak. A beruházás összértéke 1,5 millió euró, 260 tonna, 220 és egy 90 tonna kapacitású gépre pályáztak, mondta Engi Viktor, a Scala Garden Kft. Műszaki igazgatója. Ezek fröccsöntő gépek, melyekkel 10 báros, 6 báros, illetve 3 báros idomokat gyártunk különféle öntözőrendszerekhez. Ezek az öntözőrendszerek használhatók a mezőgazdasági területeken, illetve a parkokban is? Így igaz, a mezőgazdasági területeken is, parkokban is, fóliasátrakban is, tehát attól függ, hogy kinek milyen igénye van. Tehát 3-tól 10 bárig ezt el tudjuk állítani. Csepegtető és hagyományos öntözőrendszerekhez is megfelelnek? Így igaz, így igaz. Ennek a támogatott fejlesztésnek sok pozitív hozadéka van, mondta Sergian Scala, a pontosan 100 éves családi múltra visszatekintő, nyertes pályázó cég tulajdonosa. Új munkahelyeket tudtunk teremteni, új piacot tudtunk szerezni belföldön, mint külföldön egyaránt. Versenyképes termékeket tudunk gyártani versenyképes áron. Ilyenre még nem volt példa, hogy egy nap alatt 3 üzemet adjanak át, emelte ki köszöntő beszédében Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. A gazdaságfejlesztés újabb sikertörténetét ünnepeljük, mondta Kisparciú Péter. Magyarország határmenti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára hozzátette, nem állunk meg, folyamatosan nyílnak az újabb pályázatok. Közel 40 milliárd forintnyi támogatás áramlott ide a vajdasági térségbe. A program indításakor 20 milliárddal indultunk el, de tekintettel arra, hogy olyan jól működött a dolog, ezt megduplázta a magyar kormány, és a későbbiekben is, most például 2022-ig van kilátásba helyezve a programnak a folytatása. Pásztor István azt mondta, neki ez már a 16. ilyen átadó ünnepsége. A VMS elnöke erre nagyon büszke. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ide ma meghívást kaptam, hogy közösen ünnepelhetünk, hogy osztozhatunk a cégnek a örömében, sikerében. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a vendégek megtekintették az új gépeket.